Megérkezett a sokak által várva várt téli hideg, és ezzel együtt a hó is. A természet ilyenkor az egyik legszebb arcát mutatja, így néz ki madártávlatból a sóstói tó. Az elmúlt napok hideg időjárása ellenére is tilos azonban korcsolyázni a nyíregyházi tavakon, a jégtakaró átlagosan 6-8 cm sóstón, míg a bújtoson 4-10 cm között ingadozik, a hótakaró alatt azonban sokszor nem lehet megállapítani a vastagságot. Alapvetően 12 cm jégvastagságtól biztonságosak a szabadvizek, de olyankor is csak saját felelősségre használható, gyerekeknek pedig szülői felügyelet mellett. Jelenleg tilos korcsolyázni. Először szemrevédelezéssel győződjünk meg a jég biztonságáról, biztonságosságáról, illetve ha recseg, ropog a jég, akkor azonnal le kell jönni a jégről, ha lehetőség van, akkor hasrafekve óvatosan kijönni, soha ne menjünk egyedül korcsolyázni, mindig társaságban, legyen nálunk mobiltelefon, ez lehetőleg vízhatlan helyre eltéve, hogy segítséget tudjunk kérni. Nagyon fontos az, hogy ne essünk pánikban. Ha véletlenül olyan helyen szeretnénk korcsolyázni, ahol nem vagyunk ismerősek, akkor kérdezősködjünk a helyiektől, hogy hol szoktak korcsolyázni, figyeljük a nyomokat is esetleg. A legbiztosabb és legbiztonságosabb módja az, hogyha kijelölt pályán vagy területen korcsolyáznak. A téli sport kedvelőinek a Bújtosi Városligetben a játszótér mögött található záportározót töltötték fel és jelölték ki korcsolya pályának. Itt egy közel 2000 négyzetméteres biztonságos felület áll a korcsolyázók rendelkezésére, amelynek mindössze 40 cm a mélysége. A közterület felügyelet és a rendőrség szakemberei egyaránt ellenőrzik a nyíregyházi tavakat. A szabad vizeknek, tavaknak, folyóknak a jegén akkor szabad tartózkodni, hogyha azt nem tiltja semmi. Legjobb olyan helyen korcsolyázni, hogy ezt külön megengedik, illetve erre kijelölt helyen. Hogyha valaki tiltott helyen tartózkodik a jégen, akkor akár büntetésre is számíthat. Szerintem azonban ne ezért ne menjenek a tavak, folyók jegére, ott, ahol nem szabad, hanem azért, mert roppant veszélyes, akár tragédia is történhet ebből. A jégen tartózkodókat a szabályok megszegése miatt a rendőr, a közterületfelügyelő, a halászati őr és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője felszólíthat, helyszíni bírságot szabhat ki 5000 és 50000 forint között, de akár szabálysértési eljárást is indíthat, amely 150000 forintig terjedő pénzbírságot jelent.